Áldásbékesség! Isten igéjét János Evangélium a 10. részéből a 16. verstől olvasom a 21.ig. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ismét meghasonlást támadt a zsidók között e beszédek miatt. Sokan így szóltak közülük. Ördög van benne, és nincs eszénél. Mit hallgattok rá? Mások ezt mondták. Nem megszállott ember beszédei ezek, vajon meg tudja -e nyitni az ördög a vakok szemét. János evangéliuma is azon belül a tizedik rész olyan, mint egy csodálatos zenemű. Vannak benne motivumok, dallamrészletek, amik vissza-visszatérnek, kicsit másképp, kicsit variációban, más hangsúlyokkal, és közben egyre jobban kiteljesedik a mennyei komponista célja, üzenete, ez a csodálatos zenemű, amit át akar nekünk adni. Ilyen motivumként hallunk ebben a részben Jézus és az Atya szeretet kapcsolatáról, Jézus küldetéséről, vagy éppen a hatalom szerepéről az élete letételében. És ilyen visszatérő dallamfoszlány a Jézus szavaira, tetteire adott reakció is. Érdekes, hogy, hogy még itt is felemlegetik az emberek a vakon született ember meggyógyítását. Látszik, hogy még mindig dolgozik bennük ez a hihetetlen csoda. De az igazán érdekes a mai szakaszban a más juhaim kifejezés. Amikor Jézus azt mondja, más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akkorból valók, azokat is vezetnem kell. Kicsit talányos, sejtelmes Jézus megfogalmazása, de az evangélium, az új szövetség, sőt mondhatjuk, hogy az egész szentírás összefüggésében a nagy történet ívét szemlélve világossá válik, Isten szívének a szándéka. Hogy van egy választott nép, akiken keresztül Isten már nagyon sok mindent megmutatott. Kielentette az akaratát, vezette őket, kielentette a törvényét is, elmondta, hogy mi a terve az ő népével. De fokozatosan kitágul a kép Jézus Krisztus érkezésével, szolgálatával, és egyértelművé, egyértelművé válik, hogy Krisztusban a megváltás, az üdvösség ajándéka mindenkinek így a pogányoknak, vagy ahogy Jézus mondja, a más juhoknak is elérhetővé válik. Az, hogy Jézus beszél a más juhairól, ez reménységet jelent, két értelemben is. Egyrészt a missziónk reménységét jelenti. Hiszen gondolhatunk arra, hogy egykor mi is távoliak voltunk, nem ismerve Krisztust, nem ismerve az igét, a kegyelmet, az Isten országát, és minket is megszólított egyszer valakin keresztül a jó pásztor ismerős hangja. Ha pedig így van, akkor a számunkra emberileg leginkább reménytelenek tűnő embereket is azzal a hittel, azzal a reménységgel szólíthatjuk meg, hogy ők is Jézus nyájának a reménybeli tagjai lehetnek majd. Másrészt, ahogy Jézus folytatja, és akkor lesz egy nyáj és egy pásztor, ez is óriási reménységet és örömet hordoz számunkra. Mert sokszor nézünk rá elkeseredve a kereszténység széttöredezett állapotára. Fáj, hogy nem vagyunk egységben. Néha lényeges, máskor és legtöbbször lényegtelen kérdésekben távolodunk el egymástól. Jézus mondata újra felébreszti a reményt a szívünkben, hogy jön egy kor, amikor egy nyáj és egy pásztor lesz ha valóban Krisztus a jó pásztorunk, akkor távoliak és közeliek, itteni és más juhok, Krisztusban végre egységet, igazi közösséget élhetnek át. És vegyük észre, hogy ma, 2024-ben óriási szükségünk van erre az egységre az egyházban, a keresztények közösségében. Amen.